Az Érzelmek Birodalma volt a cím annak a tehetséggondozó programnak, amelyet a Körös Tehetséggondozó Egyesület a Nemzeti Tehetségprogramban az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósított meg. A program célja a különböző területen tehetséges tanulók önismeretének, érzelmi intelligenciájának fejlesztése volt. Fény nemzetközi évéhez kapcsolódóan a tanulók részt vettek egy fénytani kísérleti bemutatón, és vizsgálták a színek pszichológiai hatását. A programot iskolán kívüli foglalkozások is színesítették. Az érzelmek felismerését és kezelését segítették a szabaduló pincében és a kalandparkban megtartott foglalkozások is. A családi nap során a szülők és a gyermekek közösen vettek részt a tréningen. Labda, virág. Virág nem labda, és növényeket szeretünk. A program egy 4 napos szarvasi táborral zárult. Itt a Szlovák Tájházat, a Körösmaros Nemzeti Park látogatóközpontját és a Mini Magyarország makett kiállítást is felkeresték a tanulók, majd egy hajós idegenvezetés során a holták értékeivel ismerkedtek. A szabadidős programok továbbfokozták a tanulók amúgy is jó gondolatát. A program eredményességét pszichológiai teszttel is alátámasztott hatásvizsgálat igazolta.